Tűző napsugarak, kevés árnyék, forró levegő. Nem csak az embereket, a házi kedvenceket is megviseli a nagy hőség. De mit is tehetnek a gazdák azért, hogy megelőzzék azt, hogy az állat hőgutát kapjon? Dr. Tolnai Kata, szekszárdi állatorvos azt mondja, csak annyit tegyen az ember, mint amit önmagáért is megtenne. Tehát fontos a folyadékpótlás, folyamatosan legyen friss víz az állat közelében. Nem elég az sem, hogy az udvaron a tűző napon áll egy kutyaol, hiszen az felforrósodik. Mindenképpen árnyékba, ha légkondicionált a ház, lakás, akkor én azt gondolom, hogy meghálálja a kutya, hogyha be van engedve a hűvös előszobába, mert könnyen ők is kőhőgutát tudnak kapni. A kutyák, macskák ráadásul nem is tudnak izzadni, csak lihegéssel, illetve a talpárnájukon egy picit tudnak izzadni, nem jelentős, tehát a lihegés, amivel ők tudnak párologtatni és hőt leadni. Onnan ismerik fel, hogy már megtörtént a baj, hogy az állat gyorsan liheg, elfekszik, esetleg zavartan viselkedik, öklendezik, vagy már hány. Ilyenkor mindenképpen azonnal megkezdeni a hűtést, hűvös helyre vinni, vízzel lelocsolni, vagy egy jó hideg vízzel átnedesített törölközővel, lepedővel burkolni, és azt a törölközőt gyakran cserélni kell rajta, és állatorvoshoz kell vinni, mert ez orvosi segítséget igényel. Az állatorvos azt tanácsolja, hogy a sétáltatásra mindenképpen a hajnali, illetve az esti órákban kell sort keríteni. A kutya tappancsa nagyon érzékeny testrész, ezért kifejezetten sérülékenyé válik a nyári forróságban. Néhány perc alatt súlyos égés szenvedhet az állat a homokban vagy a betonon.